Sok szeretettel köszöntök mindenkit az idei Baranyai Gyermeknéptánc találkozó délutáni programján. Délelőtt 4 koreográfiát nézhetünk meg a hosszúhetényi, sátorhelyi és komlói gyerekek előadásában, és ez a sor folytatódik a délután folyamán is, kiegészülve pécsi és kalocsai táncosokkal. A résztvevő produkcióit egy 3-tagú elismert szakemberekből álló zsűri értékeli majd, és szeretném őket bemutatni most a délután folyamán is a most érkező kedvéért. Taba Csaba, a Fóti Népművészeti Szakgimnázium néptánc tagozatának vezetője, a Gödöllői Szent István Egyetem forduló néptánc együttes és az ELTE néptánc együttes művészeti vezetője, a népművészet ifjú mestere. Szűcsné Urbán Mária, a Jászberényi Viganó Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, a népművészet ifjú mestere, Arany Györgyös táncos. És Szávai József, a Tánác Néptánc Együttes művészeti vezetője, Martin György Névó díjas. A mai nap programja úgy alakul majd, hogy a délutáni bemutatók után a közösségek házában a Sáralan Zenekar táncházzal, a kreatív műhely pedig kézműves foglalkozással várja a gyerekeket. Olyan 4:30 körül lesz majd az értékelés itt a színházteremben, és az értékelés után pedig szintén a közösségek házában, a Deák Zsuzsa galériában a vezetőket várja a zsűri egy szakmai beszélgetésre. A színház aulájában délután is nyitva van a nyitánybüfé, és várja a kedves vendégeket, azonban az a kérésünk, hogy ételt és italt ne hozzanak be ide a színházterembe, valamint a nézőtérről be és ki, csak a műsorszámok között a taps alatt közlekedjenek, legyenek szívesek. A táncosokról a Rákos Ildikó fotószalon fotókat készít, amelyek a fotószalonban megvásárolhatóak lesznek majd, és a nap folyamán a koreográfiák jelentős részét a Sáralany zenekar kíséri, akiknek nem olyan rég volt itt Komlón a lemezbemutató koncertjük, amikor a sajnos nem tudtak még lemezeket hozni, viszont ezek mára megérkeztek, úgyhogy aki szeretne, az itt a színház portáján tudja megvásárolni a Sáralany zenekar új CD-jét. És a délutáni program első fellépője a Misina Junior csoport. A Misina Néptánc Együttes és Táncszínház 2004-ben alakult Pécsett, civil keretek között működik. A Misina és fenntartó egyesületének kulturális, előadó és művészeti tevékenysége valamennyi korosztályt érinti, az óvodásoktól a szeniorig. Az együttes saját közösségeiben jelenleg közel 200-an, közvetve az égisze alatt pedig több száz gyermek táncol. A Misina Néptánc Együttes Gyermektánc Mozgalma 2013 óta a Pécsi Értéktár része, az Egyesület a PTE Tanár Továbbképző Központ közösségi pedagógiai gyakorlati partnerszervezete. Az együttes hívószava a közösség, a táncműhelyben a minőség életminőséget jelent. A Misina Junior csoport lép fel most színpadra, a táncosok rendszeres szereplői különböző kulturális eseményeknek. Együttesvezetők Kozmán és Schneider Mónika és Gáber Attila, a Misina Kulturális és Táncegyesület elnöke Tóth Melinda. Következik Gáber Attila Este van című bodrogközi koreográfiájú. Thank you.
városi kispöndör csoport következik. A kispöndör csoport tagjai a komlói Erkel Ferenc Művészeti Iskola tanulói 1-2 éve. Köztük néhányan még óvodások, kicsit rutintalanok még, de szeretnék megmutatni magukat ezen a fesztiválon. Jelszavuk, valamikor el kell kezdeni. Következik Ruzsinszki Emma és Németh Csilla Miénk a vár című baranyai koreográfiájuk.
következő Kisbok Réta csoport, a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola és a Kalocsai Bok Réta Népművészeti Egyesület csoportja. Tagjai 4.-5. osztályos gyermekek, akik a helyi táncok elsajátításán túl Magyarország különböző tájegységeinek táncaival is ismerkednek. A tánctanulás és a hagyományápolás mellett fontos számukra a közösség alakítása, a különböző programokon való részvétel, a csapat erősítése. Vezetőjük Dudás Szilvia, következőkben pedig Illés Zoltán Táncok Hegyközből című koreográfiáját fogják bemutatni.
az állványra. Na most kapcsolatok. Ismét egy kispöndő csoport következik, azonban ez egy másik kispöndő csoport, és ők már 3-4 éve a Komlói Erkel Ferenc Művészeti Iskola tanulói. Nagyon lelkes társaság, közülük többen részt vettek a Baranyai Szólótánc Fesztiválon, és két pár Baranya kiváló táncosa is lett. Műsorukat a Leánykő című magyar-egregyi monda ihlette. Következik Németh Csilla és Kirk Zoltán, egregyi Leánykő című koreográfiájuk, kísér a Vörös Rezes Banda.
idei Baranyai Gyermeknéptánc találkozó utolsó fellépői következnek nem sokára. Mielőtt azonban felkonferálnám őket, még egyszer utoljára szeretném elmondani, hogy a délutáni program után a Közösségek Házában táncházas Árarany-zenekarral és Mutádámmal, valamint a Kreatív Műhely kézműveskedéssel várja a gyerekeket. Itt a színházba fél öt körülre várunk vissza titeket egy díjkiosztó szerűségre. És mielőtt átszaladnátok majd a műsor után élőben meghallgatni a Sárarany-zenekart, mindenképp álljatok meg itt a színházban a portán, és vegyétek meg a legújabb lemezüket. És most pedig az Apró Pöndő csoport fog következni. A gyerekek 5-6 éve táncolnak a Komlói Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában. Tavaly voltak először országos fesztiválon Balatonbogláron, és az idén is ők képviselik ott iskolájukat. Bukovinai dallamok, a hozzátartozó szövegek és a bennük lévő nevek ihlették a következő összeállítást. Németh Csilla és Kirk Zoltán koreográfiája következik, melynek címe Ez az Ádámé, avagy valahány név a bukovinai naptárban. Fogadjátok őket szeretettel!
Jöjjön!